Köszöntöm nézőinket! Árva fiú címmel tartott előadóestet a boldogság kereséséről a Spirit Alkotó és Motivációs Műhely a Túri Várban. Az eseményen Cserháti Zsuzsa és Szécsi Pál életét és munkásságát elevenítette fel Perjés János és Kutik Rezső. Cserháti Zsuzsa és Szécsi Pál a nézők szemében sikeresek voltak, ám ők ezt másképp élték meg. A Spirit Alkotó és Motivációs Műhely előadó estjén Perjés János és Kutik Rezső két részben idézték fel a két művész történetét és azokat az eseményeket, amik aztán a tragikus életútjukhoz vezettek. Úgy gondolom, hogy a jelenünket, a döntéseinket nagyon meghatározza a múlt, és ennyi év távlatában eltelt, mióta elmentek ők, talán jobban rálátunk arra, hogy miért tettek, vagy milyen sorsot hordoztak, és azt gondolom, hogy ebből nagyon sokat tudunk profitálni. Ezért aztán egy olyan előadó estet készítettünk, amiben a dalszövegek mellett, amik bizony nagyon meghatározták az ő sorsokat, verseket is hallanak majd, és olyan spirituális gondolkodók idézeteik, mint Müller Péter, Popper Péter vagy Szepes Mária, amik igenis nagyon rímelnek majd a sorsokra. A színházi keretek között zajló emlékezés során az érdeklődők sok érdekességet hallhattak a két előadó művész életéről, sorsáról, melyekhez kapcsolódva vetített képek is felvillantak a múltból. Az eseményen Cserháti Zsuzsa és Szécsi Pál történeteihez fűződően szólaltak meg dalok életművükből.